Mikor Katrina Rodriguez elkezdett fodrászként dolgozni, a számlák kifizetése is gondot okozott neki. Egy baráti tanácsnak köszönhetően azonban mára nincs adóssága, sőt, saját üzlete van. A floridai Boca Raton Katrina Rodriguez otthona, aki egy sikeres fodrászszalon tulajdonosa és üzemeltetője. Katrina hisz a kemény munkában, de elmondja sikerének titkát is. Mikor elkezdünk adni, a menny ajtaja megnyílik, és ránk ömlik az áldás. Mikor Katrina elkezdett fodrászkodni, a pénz szűkös volt, és ez éveken át így is maradt. Nehezen tudtam bármit is megvenni, akár ruháról, akár ételről volt szó. Nagyon kis fizetésből kellett gazdálkodnom. Mikor Katrina 34 éves lett, egy munkahelyi barátjával elkezdett gyülekezetbe járni. Hamarosan átadta életét Krisztusnak. Ahogy hitben növekedett, barátja példája inspirálta, hogy tizedet adjon. A barátnőm nagyon áldott volt anyagilag, és a Bibliában is olvastam a tizedről. Katrina elkezdett tizedet adni, úgy véli, Isten ezt értékelte, mert karrierje szinte azonnal felszárnyalt. A főnököm elköltözött az államból, és átadta nekem a teljes ügyfélkörét. Ez pedig teljesen példanélküli. Ahogy bevétele növekedett, elkezdett adakozni. Isten megtanított, hogy nyissam ki a tárcámat az adásra. Gyülekezetén kívül Katrina a CBN számára is adakozik. Isten annyi munkával megáldott, hogy személyesen nem tudok missziós útra menni, ami a szívem vágya. Szeretném az evangélium hirdetését mindenhol segíteni, és tudom, hogy a CBN világszerte nagyszerű munkát végez. Emiatt váltam partnerré. Emiatt támogatom őket. 2011-ben Katrina megnyitotta saját luxus szalonját, üzlete adósságmentes és bevétele minden évben körülbelül 15 ezer dollárral emelkedik. Amikor adunk, Isten királyságát támogatjuk, és ez hozza az áldást. Hiszem, hogy keresztényként azért vagyunk itt a Földön, hogy adjunk és Isten királyságát építsük. Erre jön az áldás és az ígéret, hogy Isten gondoskodik rólunk. Ez az, amit Jézus mondott erről a Máté evangélium a 6. fejezetében. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Katrina ezt tette, és a menny áldásai kiáradtak rá. Önnel is ugyanígy megtörténhet, hogyha követi ezt az alapelvet.